Mi kell a nőnek? Női Együtthatók címmel kiállítást és konferenciát szervezett a Budaörsi Nőközösség a Romano Glasso héthez kapcsolódva. Itt a nyár, működik a strand. Az intézmény fejlesztéseiről és arról kérdezzük az igazgatóját, Székely Bulcsút, hogy mennyire vált be a 4 órás strandjegy. A hős honfoglalók mindennapjaival, meg a római kor szokásaival is megismerkedhetnek a gyerekek. Elkezdődtek az úgynevezett erdei táborok a Csiki pihenőkertben. Hétközben, szerdán, jó estét kívánok! Nőknek, nem csak hölgyektől. Női Együtthatók címmel kiállítást és konferenciát szervezett a Budaörsi Nőközösség a Romano Glasso héthez kapcsolódva. A napot egy fotózással kezdték, Marcinka Mayer emesével és Nagy Kettivel. Azt szerették volna megmutatni a képekkel, hogy milyen nehézségekkel küzd egy nő a hétköznapokban, és hogy mik azok, amik ezekből a gondokból kiutat mutathatnak. A fotózáson szereplő hölgyek azonban nem tudták, hogy a reggel készült képeket már az esti kiállításon meg is nézhetik. A tárlat megnyitója után pedig koncertek következtek. Bejutottam egy mentor programba, amit úgy hívtak, hogy Női Együtthatók. És ezek a hölgyek, akik itt vannak, őket ez a program támogatta, úgyhogy azért jött létre ez a kiállítás, hogy másokat inspiráljon, és segítsen abban, hogyha valamit szeretnének megvalósítani, akkor igenis álljanak oda, igenis próbálják meg, igenis tegyék, és kapcsolódjanak össze. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Marcinka Mayer emese, a Budaörsi Nőközösség vezetője, a Női Együtthatók című vándorkiállítást a Zicsi Majorban, amely a programban résztvevők projektjeit mutatja be. A Budaörsi Nőközösség szervezésében, a Romano Glasso 7 Emberi Hang Fesztivál keretében azonban nem csak kiállítással, hanem egy egész napos programsorozattal is várták az érdeklődőket. Ma 10 órakor egy fotostúdióban kezdtünk, és akkor még a 9 fotóalany, akit fotóztunk, nem tudta, hogy ebből ma este már kiállítás lesz, úgyhogy ez mindenki számára meglepetés volt. A fotózás után egy női konferencián vettünk részt, ott 4 előadónk volt. Gerendás Péter kezdett, majd pedig Cher Barbara, őt követte Frank Sabina, és ezután pedig Sohonyai Attila zárta a napot. Nagyon különleges program volt, ilyen elmélyülős, nagyon csajos, mert csak hölgyek számára lehetett bejutni. Úgyhogy egy ilyen nagyon különleges napon vagyunk túl, és szerintem a koronát erre a napra ez a mögöttem lévő kiállítás tette fel, mert amikor megérkeztek a fotóalanyém, akkor tényleg még mit sem sejtve gondolták azt, hogy hát jöttünk ide egy kiállítást megnézni, mert a másik oldalon is egy fotókiállításunk van, ez volt az álca, igazság szerint. És az igazi kiállításunk pedig ez volt, ami megmutatja, hogy milyen mélységek és magasságok vannak egy nő életében, hogy mi az, ami a legmélyebb gödörbe taszít minket, és hogyan tudunk onnan felállni. Minden hölgynek egy-egy szót kellett számomra megadnia, hogy mi az, ami negatív a dolog az életében, és mi az, ami pozitív. És ehhez egy fotós társam segített, hogy ezt így gyorsan meg is tudjuk fotózni, röpke 3 óra alatt ezt a sorozatot. Úgyhogy nagyon önmozgalmas volt, nagyon-nagyon nehéz volt szavak alapján fotókat alkotni, de szerintem sikerült. Úgyhogy nagy izgalommal, most már megnyugodva, de jó érzéssel megyek haza. És milyen témák merültek fel a konferencián? A konferencián csak a nőkről volt szó. A nőkről, az erotikáról, a szerelemről, arról, hogy mi kell nekünk, és mi az, amit nem tudunk, hogy valóban kell, és hogy bár teljesen le vannak osztva a szerepek az életben, hogy ez férfi munka, ez meg női munka, de nem mindig kell ezt ennyire sarkosan venni, és néha tényleg engednünk kell. Néha el kell fogadnunk azt, hogy nők vagyunk, és nyissák már ki nekünk nyugodtan azt az ajtót, nem kell itt erősködni, hogy én, mint nő, meg tudom ezt tenni, ez nem erről szól. Úgyhogy igazság szerint ez egy ilyen nagyon belső utazás volt számunkra, és szerintem mindannyian nagyon sokat tanultunk belőle. A megnyitót követően koncertek következtek. Elsőként a tavaly indult Budaörsi Tehetség program legjobb előadói mutatkoztak be, köztük Vajda Dusán is, aki az est legfiatalabb fellépőjeként egy zongoradarabbal készült. Ezt követően Gerendás Péter lépett a színpadra, aki a közös éneklés örömeire buzdította a közönségét. I could be handy,
Felejtésem, yes, a lot of felejtésem. Kicsit elevenítsük föl, upgrade-eljük szisztemát. Tehát azt mondja, I could be handy, mending your fuse, when your lights have gone. You can create a sweater by a fireside, Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? A Romano Glasso hét keretében egy különleges zenei formáció is fellépett. A magyarországi kortárs cigány kultúra egyik legismertebb képviselője a Romanodrom, a hazai alternatív zenei élet egyik legmeghatározóbb egyéniségével, Müller Péter Sziámival adott közös koncertet, aki egyébként nemrégiben vehette át a Fonogram életműdíjat. Nagyon szeretem ezt a zenét. Én nagyon sok kapcsolódásom van a cigánysághoz. 1976 óta filmet csinálok, csináltam, mert abbahagytam a filmezést, annak spéci oka van, amiben most nem szaladok bele. És aztán egyszer úgy fordult, hogy amikor ez a darab megszületett, akkor utána a producer fiú, aki nekünk is a szervezőnk volt, azt mondta, hogy most van kész a Sziámi lemez, miért nem tesztek rá egy közös dalt a Romanóval. És akkor írtunk egy újévi dalt, és nagyon élvezetes volt, boldog új évet, nem, nincs ilyen dal, és akkor hát hiánycikk volt. Betöltöttük ezt a részt, és utána elkezdtünk közösbe koncertezni, volt olyan, hogy a két zenekar együtt, de annak viszont rendszere van, hogy én a Romanóval föllépek, ennek az is az oka, hogy mostanában a fiam dobol a Romanodromba, ami hát csak haba tortán, mert az alaptevékenységünk az az, hogy hát az elmúlt két évben több mint 100 nagyon elmaradott magyar településen zenéltünk. Foglalkozásokat tartottunk, ez a 300-as program felzárkózó települések program keretében. Van egy alapítványunk, az öt művészeti csoport, és hát mivel nekem nem volt roma művészeti csoportom, elhívtam az Antalékat, és velük utazunk, és azóta is lettek közös dalok, vannak közös koncertek. Úgyhogy ez nekem egy nagyon otthonos dolog, és itt mi már játszottunk, és nagyon jól éreztük magunkat. A Romanodrom 99-ben alakult, úgyhogy most ünnepeljük a 25. jubileumunkat. Ez az év teljesen erről szól. A zenekar kezdetben olácigány tradicionális zenére alapuló zenét játszott, mára már egészen fúziós világzenévé fejlődött, amikor rendes nagy zenekarral vagyunk. Bár a Romano Glasso hét idén a viharos időjárás miatt egy nappal rövidebb volt, a programok sokszínűsége mindenkit kárpótolt az elmaradt napért. Az első napon sajnos nem tudtunk elindulni hétfőn, mert azt gondoltuk, hogy elképesztően nagy vihar és eső lesz. Aztán este meg is érkezett, de abban az időben, amikor nekünk koncert lett volna a Városházán, akkor az elmaradt, de nem indítottuk el, nem akartuk, hogy baleset legyen, vagy bármiféle probléma. Ettől függetlenül azon a napon a megszerveződött programok, vagy megszerveződött volna programok, azokat átvittük a többi napra, és ott megvalósítottuk. Egyébként azt kell mondanom, hogy minden egyes napon elképesztően jól sikerült a programok, az emberek nagyon jól érezték magukat, és ami nagyon-nagyon érdekes, hogy ebben az évben, azon kívül, hogy popzene, könnyűzene, folklórzene is volt, két másik budaörsi népcsoport is itt volt velünk, nemzetiség, a németek és a görögök, és fantasztikus műsort adtak, táncoltak, énekeltek, együtt voltunk, úgyhogy ez egy óriási dolog volt számunkra. És volt idő, hogy elmondtad még, hogy ott belül milyen a helyzet épp, de ezt már sose hallom tőled újra. Pedig úgy költöztem én belém, hogy galambot hoztam, hogy nézd, de szép, és együtt lélegeztük újra. Halleluja! Halleluja!
Ma este vendégünk a stúdióban Székely Búcsú, a Budaörsi Városi Úszoda és Sportcsarnok igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét! Itt a nyár, kinyitott a strand, beszámoltunk arról, hogy idén is történtek felújítások, minimális fejlesztések, mert hogy a gyerekmedence fölé került egy napvitorla, hogy a déli óránkban ne égesse meg a gyerekeket a nap. Mik az eddigi tapasztalatok? Mennyire népszerű a strand? Mennyire van tömeg? Mennyire megfizethető a strand? Szóval mik az első visszajelzések? Hát még klasszikusan stranddal kapcsolatos beszámolót azért nem tudok mondani, mert ugye amíg az iskola van, addig azért sokkal kevesebben használják a strandot. Nyilván amikor a nyári a vakáció elindul, akkor onnantól tudok valódi tapasztalatokat mondani. Ugyanakkor azt el tudom mondani, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, nyilván az időjárástól függően, de nagyon népszerű a strandunk most is. Egyébként ez a napvitorla, ez egy régi tartozásunk volt olyan szempontból, hogy hosszú évek óta jelezték a szülők, vendégek, hogy legalább a legkisebbeknek jó lenne egy ilyen védelem. Nyilván, mint minden, ez is elsősorban gazdasági kérdés, de hál' Istennek tudtunk rá forrást találni, úgyhogy végre ezt meg tudtuk úgy valósítani, hogy biztos, hogy nagyon sokan fogják nyáron élvezni a kicsik közül, a legkisebbek közül is a strandot. A Covid után vezették be azt, hogy 4 órás jegyeket is lehet venni, meg nyilván napi jegyet is. A többség mit vesz? 4 órás jegyet, vagy napi jegyet? Nagy többségében 4 órás jegyeket vesznek, ugye erről korábban beszéltünk, hogy ez egy ilyen kísérleti jegynek indult a Covid után, pont azért, hogy ugye akkor még arról szóltak a hírek, hogy lesznek létszámkorlátok. Nyilván most is van, de ez a létszámkorlát ez nem feszegeti a határainkat, tehát nem kellett még soha eddig egyetlen egy alkalommal sem elküldeni vendéget, azért mert nem fért be. Ugyanakkor, amikor ezt bevezettük, akkor utána azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon kedvelik, szeretik a vendégek. Ugye amikor megveszi valaki a napi jegyet, akkor benne van valahol a tudatában, hogy nem fogok elmenni 4-5 óra után, ha már kifizettem a napi jegyet. Ugyanakkor nagyjából azért a nyári kánikulában a 4 órás itt tartózkodás az bőven elég arra a legtöbb esetben, hogy napozzanak, egyenek egy jót, fürödjenek, játszanak a gyerekekkel. Természetesen, ha valaki 4 órás napi, vagy 4 órás jegyet vesz, és utána még szeretne maradni, van rá lehetőség, kifele egy minimális kompenzációt kell fizetni. Ezt is van, hogy szokták használni. Ugyanakkor nagyon sok haszna volt, hiszen amióta ezt bevezettük, azóta tulajdonképpen megszűnt az a tumultus, ami a korábbi években jellemezte a strandot, tehát hogy aki nem jött időbe, az már lehet, hogy nem talált helyet, hogy lerakja a törölközőjét, vagy egy jó árnyékos helyet találjon. Amióta bevezettük, azóta a majdhogy nem azt lehet mondani, ezért is szeretnek minket, akik rendszeresen járnak hozzánk, hogy nincs az igazi strandtumultus, mint ami minden strandon megtalálható a nyáron. De akkor ez azt jelenti, hogy a megérkezéstől számítva 4 órát lehetek a strandon, ugye? Hát a belépéstől. Tehát amikor a beléptetőkapon... Nincsenek, bárki nem azt bármikor mondják, hogy érkezik. Nyitástól 4 órát, és nem, akkor jött a következő turnus. Bárki bármikor érkezik, megveszi a jegyet, beléptető kapun, elindul az óra, és nyilván a 4 órát is mi úgy számoljuk, bár ezt nem hirdetjük, épp ezért most halkan mondom, hogy nyilván 4 óra az nem 4 óra, hanem 4 óra 10 perc. Világos, tehát nem kell annyira lesni az órát, vagy nem az van, hogyha 1 perccel túlléptem, akkor nem. Már az egész napi díjat nem, ki kell fizetni? Nem, sőt, utána sem, tehát hogyha... Ha ezt az időt átlépi, akkor utána is sávosan ilyen plusz órákat, fél órákat számolunk. Most nyáron is lesznek úszótáborok, gyakorlatilag folyamatosan az egész nyár folyamán. Nyilván gyerekeket várnak az úszótáborba, de kiket? Akik kicsit tudnak úszni, akik nem tudnak úszni, akik nagyon jól úsznak? Mivel várják őket? 4 éves kor fölött várjuk. Nyilván, ha valaki még soha életében nem volt úszótanfolyamon, az nem biztos, hogy egy ilyen táborba kell, hogy kezdjen. Bár hozzáteszem, hogy idén már tudatosan nem úszótábornak, hanem sporttábornak hirdettük meg. Úgyhogy alapvetően 4 éves kor fölött mindenkit szeretettel várunk.
hiszen az úszás mellett rengeteg foglalkozás van, a különböző szakosztályokat is bevontuk, nagyon nagy örömmel segítettek, nyilván ez nekik is egyfajta ilyen toborzó lehet, tehát nyilván mindenki oda fogja tenni magát, nagyon színes a paletta a különböző sportok között, amiket egész nap próbáljuk elfoglalni a gyerekeket, de egyébként nagyon népszerűek, tehát az elmúlt években azt lehet mondani, hogy rengeteg teltházas turnusunk van, nyilván augusztusban már nem szoktuk feltölteni maximális létszámot, ugyanakkor még ott is van igény a táborra, de lesz búvárkodás, általában ezeket pénteken szoktuk, nagyon népszerűek, és tényleg próbálunk mindig kreatívan olyan programokat adni a gyerekeknek, amelyik talán reményeink szerint több, mint egy átlagos ilyen napközis tábor. De akkor a búvárkodás palackkal, tehát ugyanúgy történik, felveszik magukra a gyerekek, és a palack, csak kisebb palackot vesznek föl? Így van, hát megvan ilyen gyerek, ott van az oktató, tehát hogy nagyon-nagyon népszerűek. És akkor nem egész nap a medencében vannak, tehát más sportprogramok is vannak. Mi van, ha rossz idő van? Hát hála Istennek, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ugye, hogy a csarnok azért kellő védelmet ad rossz idő esetén is. Azokban a hetekben, ahol mondjuk a szakosztályok is nyári tábort, edzőtáborokat tartanak, ott is nagyon nyugodtan tudom azt mondani, hogy eddig mindig meg tudtuk oldani, nagyon rugalmasan állunk egymáshoz, úgyhogy nincsen semmi probléma, rossz idő esetén is ugyanúgy táborozunk, és ugyanúgy a beltéri medencét használják a gyerekek, nyilván azokon a napokon a kültéri strandolás marad el tulajdonképpen. Beszéljünk arról is, hogy a képviselőtestület a legutóbbi ülésén megszavazta, hogy indulnak egy pályázaton, amin ha nyernek pénzt, akkor az egyes iskola melletti területen felépül egy újabb sportcsarnok, ez egy teremfoci csarnok lesz, akkor oda költözik majd az Aramis, a jelenlegi Aramis csarnokból, az Aramis csarnokot pedig felhasználhatják más sportegyesületek, például a pingpongosok. Ennek a végeredménye pedig az lesz, hogy a sportcsarnok telítettsége az csökken. Ez jó lenne önöknek, vagy rossz? Mindig jó, hogyha ha keletkeznek szabad felületek. Nyilván ennek a tervezésével egyre nem mentünk bele, hiszen egy pályázatot meg kell nyerni, arra kivitelezőt kell találni. Nagyon-nagyon távoli az az út, amíg ebből konkrétan nekünk beosztási táblázatot kelljen átírni. Természetesen drukkolok neki személy szerint is, hiszen minden sportfelület, amivel bővül Budaörs, az valahol a budaörsi gyerekeknek, a budaörsi lakosságnak fog segíteni, tehát bízom benne, hogy ez megvalósul. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy bármilyen felület bármikor felszabadul, akkor ha nem is azt mondom kis idő, de egy fél év, egy éven belül egészen biztos, hogy pontosan, milliméter pontosan ugyanazokkal a problémákkal fogunk küzdeni, mint előtte. Tehát ez mindig olyan, mint a víz megtalálja a saját maga útját, a szakosztályok, akik itt maradnak a csarnokba, élnek a felszabaduló felülettel, hiszen most is azért nagyon sokszor van, hogy önmérségletet kell tanúsítaniuk egy-egy felületfoglalásnál. Ugyanazt tudom elmondani, hogy nagyon jó a kapcsolatunk, segítünk egymásnak, tehát hogyha nekünk beesik egy rendezvény, ami mondjuk fontos edzésidőt fed le, ott is általában a szakosztályok megoldják és meg tudják oldani, hogy felszabadítják, átviszik máshova az edzéseket, de az biztos, hogy felszabaduló felületek esetén a szakosztályaink, vagy legalábbis a csarnokban, úszodában működő szakosztályok elsőbséget élveznek, hogy ezeket a felületeket hogy és miként tudjuk felhasználni, és ez így az ezután fennmaradt felületeket fogjuk tudni értékesíteni, de láthatatlan mondom, hogy nem lesz felszabadult, tehát nem lesz olyan terület, amivel nekünk vakarózni kell, hogy akkor hogy hirdessük meg, hogy itt most van egy óra vagy két óra szabad felületünk. Persze, de az elmélet az, hogyha felszabadulna a felület és ki tudnák adni, lenne bevétel, annak az eredményeként meg mondjuk csökkenteni lehetne a strandbelépőt. Igen, normál piaci működés szerint így a logikus, bár erre meg azt tudom mondani, amit hát volt szerencsém átélni más sportlétesítmény üzemeltetésnél, hogy normál piaci alapú üzemeltetésnél ez valóban így van, de hogyha 0-24-ben én kiadom az összes felületemet piaci áron, tehát nem a mostani bérleti díjak, amiket a szakosztályok
fizetnek a szerint adom ki, akkor sem tudom nullára kihozni az emeltetést. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy egy úszodai sportcsarnok üzemeltetése az alapvetően nem egy piaci jó üzlet. Tehát ha én ma jó üzletet akarok, akkor nem biztos, hogy üzemeltető céget csinálok. Hát emlékszem a 2000-es évek közepetáján, amikor egyáltalán felmerült az úszoda és a sportcsarnok megépítése, már akkor elhangzott, hogy ha ez egyszer elkészül, akkor erre minden évben költenie kell a városnak, nem is keveset. Hát igen, de egy magára valamit adó város, aki megteheti, és aki valóban nem csak kampányszerűen nem foglalkozik a lakossággal, ott azt gondolom, hogy ha nem is egy minimálisan elvárható dolog, de egy budaörs méretű városnál azért egy úszoda vagy egy csarnok nélkül nagyon-nagyon nehéz lenne elképzelni az életet. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy itt, amikor a képviselő testület a polgármester úrnak idején ezt eldöntötte és ebbe belevágott, akkor szerintem nagyon-nagyon jó döntést hoztak, és egy olyan döntést hoztak, ami lehet, hogy sokba kerül, lehet, hogy többe kerül, mint hogyha ha bármilyen más, akár egy irodaházat, amit kiadnak, és profitot termel, egy olyanba fektetnek, ugyanakkor a lakosságnak biztos, hogy ezzel hosszú távon tudták megalapozni azt, hogy akár a gyerekek, akár a nyugdíjasok, akár a munka mellett pihenni, regenerálódni, sportolni vágyók, megtalálják a számításaikat. Beszéljünk egy kicsikét a feltételekről, mármint az épületben lévő feltételekről. Ugye az utóbbi időszak az arról szólt, hogy tetőt szigetelnek, hogy napelemeket telepítenek. Mi az, ami már megvalósult, mi az, ami még folyamatban van? Hát a napelem megvalósult, ugye az említett napvitorla megvalósult, a medencék burkolása megvalósult, ami a vendégeknek nem látható, de munkavédelmi szempontból elkerülhetetlen fönt a tetőn kialakításra került egy védelmi rendszer, tehát hogyha valaki fölmegy dolgozni, becsatolja magát, és gyakorlatilag nem esik le. Egy villámhárító rendszer is kialakításra került. Tehát sok olyan elmaradás volt, ami már nagyon égető volt, nem mindegyik elmaradásunk a lakossági igényeknél volt szükséges megcsinálni, de hát ezen a listán szépen lassan haladunk az önkormányzattal közösen, és tényleg azt lehet mondani, hogy minden segítséget és támogatást megkapunk folyamatosan, ami még olyanokat is, ami esetleg nincs betervezve, de a létesítmény biztonságos üzemeltetését, vagy üzemvitelét azt a szavatolja, azokat meg soron kívül intézzük, úgyhogy, és kapjuk a segítséget. Minek kellene még következni? A laikus azt mondja, hogy ha egy nagyobb rendezvény van, kevés a parkolóhely. Építsenek újabb parkolókat. Na de hova? Akkor felmerül, hogy lehet oda mondjuk parkolóházat építeni a parkolóhelyére. Szóval mit lát továbbfejlesztési lehetőségként? Ha egyszer megkérdezik, akkor mit mondana, hogyan lehet továbbfejleszteni ezt a létesítményt? Hát arra azt gondolom, hogy egy hosszú sorozat kellene, hogy ide bejöjjek én nap, mint nap. Van egy közel 40 oldalas listánk, amiben akár karbantartási, akár felújítási, akár beruházási igények vannak. De azért nem mennék bele az ötletelgetésben, ezek borzalmasan összetett dolgok. Tehát valóban, hogyha azt mondjuk, hogy kellene még öltöző, rendben van, de öltözött hova tudsz építeni? Nagyon jó lenne egy termálmedence. Nagyon jó lenne, tehát ezer meg ezer dolog lenne jó. Azt gondolom, hogy mi is próbálunk a két lábbal a földön állni, és tényleg azokat a sokszor szinte észrevétlen vagy annyira apró dolgokat, de üzemeltetés szempontjából nélkülözhetetlen dolgokat meglépni. Mondom, nagyon sok tervünk, ötletünk van. Jelenleg a realitás az, hogy próbáljuk azokat a hiányosságokat vagy közeledő olyan hibákat orvosolni, karbantartani, beruházással pótolni, amik később vagy az üzembiztonságot, vagy a komfortérzet
tett fogják növelni vagy szavatolni, úgyhogy mondom, ilyen ötletelgetésekbe, hogy csúszdapark, vagy stb. Tehát, hogy azért fölösleges belemenni, mert ha most körbenézünk a világba, akkor azt lehet maradni, hogy az életben maradás az a legfontosabb, a biztonságos üzemvitel. Ez jelenleg úgy látom, hogy biztosított. Hála a BTG vezetésének, illetve az önkormányzatnak, úgyhogy ezen dolgozunk, és próbálunk úgy működni, hogy ne kelljen ide beülnöm egy olyan kellemetlen témával, hogy miért történt ez vagy az. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. A Csiki pihenőkert felújítását követően május közepén indultak el ott az óvodásoknak és általános iskolásoknak szóló úgynevezett erdei táborok. Bár a programok közül továbbra is a honfoglaláskori és a Mátyás király korát bemutató múzeumpedagógiai programok a legnépszerűbbek, idén a régészeti kiállítóhely átköltöztetésével egyre hangsúlyosabbá vált a római kor is a kínálatban. Itt egy középkori falu volt, ezt Csíknak nevezték, és ezért neveztük el ezt a helyet is Csiki pihenőkertnek. Én régész vagyok, és én vezettem ezeket a feltárásokat, és utána hoztuk létre azt a kis múzeumot, aminek itt most látjátok a kiállítását. A Budaörsön előkerült régészeti leleteket láthatjátok itt ebben a teremben. Egyrészt készítettünk másolatokat is, amiket majd a kezetükbe tudtok fogni. Ennek első része, hogy vegyük fel bizonyos üvegeket, amit kikészítettem, mert hogy most honfoglalók leszünk, ugye jurtában fogunk aludni az éjszaka, és most kipróbáljátok, hogy azok, akik a jurtákban éltek, azok a honfoglaló őseink, hogyan néztek ki, illetve milyen tárgyakat hagytak maguk után itt, amiket mi megtaláltunk az ásatáson. Már nem csak a honfoglaláskori ruhákkal, fegyverekkel és szokásokkal ismerkedhetnek meg a Csiki pihenőkertbe látogató kisiskolás diákok az idei erdei táborokban, hanem az előadóterembe költöztetett római kiállításnak köszönhetően az egykori Csiki falu életébe is bepillanthatnak a kiállított tárgyak segítségével, sőt még a temetkezési szokásaikat is megismerhetik a helységben található rekonstrukciónak köszönhetően. Ennek az erdőiskolának, amit itt üzemeltetünk, pontosan ez a célja, hogy egy szabadban, jó levegőn, az erdőben, a természetben tanuljanak a gyerekek, kiszabadulva az iskolai kötöttségekből, de azért ragaszkodunk a tankönyvnek az anyagához. A természetismereti programok, a történelmi programok kiegészítik az alsó, illetve felső tagozatos tankönyveket, és megismerkednek meg a honfoglaláskorral, megismerkednek Mátyás király korával, a római korral, illetve a legkisebbek az indiánok korával, és ennek egy fontos része az, hogy beöltöznek, azokat a ruhákat felvehetik, ijászkodhatnak, lepénysütnek a kemencébe, illetve itt alszanak velünk a jurtában, este tábort színesíti a programot, illetve egyéb kincskeresés és játékok. Nagyon sok sportolási lehetőség van, és nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy sikerült ezeket a helyeket felújítanunk. Hát most már tiszta a kultúrát, új szálláshelyeken tudjuk a gyerekeket fogadni, megújult a tantermünk is, ahová átköltözött a régészeti múzeum, illetve a sportpályákat is fel tudtuk újítani, a kerítéseket, az itt mellettem levő veremháznak is új a teteje, kerítése belül és kívül is újra lett tapasztva. Tehát most már igazából úgy tudjuk őket újra fogadni, ahogy megnyitott eredetileg is a régészeti park, úgyhogy minden olyan lehetőséget igyekszünk kihasználni ezután, ahol tudunk csoportokat fogadni, és továbbadni azt az oktatási tevékenységet, amit több mint 20 éve itt folytatunk. Míg a csapat egy része a rómaiakkal és a honfoglalókkal ismerkedett, vagy éppen játékkal múlatta az idejét, az alatt a budaörsi általános iskola harmadik osztályosai a lőpályára indultak, hogy elsajátíthassák az íjászat alapjait. Aki szintén jobbkezes, mint én, tehát most a bal kezedben van az íj, helyezkedj úgy, hogy mellkasod és a lábujjaid abba az irányba mutatnak. Szépen kis terpeszállás, mellkas, lábujjak abba az irányba néznek, azaz, bal kezed nyújtva lesz, abba fogod az íjat. Nyilván aki balkezes, az mindent most fordítva csinál tükörbe. És emlékeztek, hogy lőttek a magyarok? Mit mondtam? Volt egy eszközük? Ilyen gyűrű az ujjukon. Gyűrűk, a hüvelykújjal íjászkodtak, nekünk most ilyen nincsen. Mi három ujjal fogunk. Mutass először egy nyuszifület. Nyuszifület. És aztán tedd hozzá a gyűrűs ujjadat. Miután mindenki megismerte a legfontosabb mesterfogásokat és technikát, indulhatott is az íjászat. A
harmadik osztályos olvasás tananyagunkhoz tartozik a honfoglalás és kora, illetve a magyarok története Mátyásig bezárólag. Gyerekeket nagyon érdekli ez a kor, én is tudom nekik érdekessé tenni, mert vetitek nekik, hozok különleges foglalkozásokat, és most egy nyár végén úgy gondoltam, hogy kikapcsolódásképpen szabadban, természetben, dramajáték formájában feldolgozzuk újra a tananyagot. Tehát egy ilyen évvégi ismétlés. Mi az a plusz, amit ilyenkor kaphatnak, ami egy kicsit túlmutat az iskolán? A jelmezek. Hát mindenféle eszköz, a szerszámok, amikkel dolgoztunk, a fegyverek, meg az egésznek a hangulata, más a környezet, és fantasztikus előadónk van, aki vezeti a foglalkozást. Mindez látszott a gyerekeken is, hiszen örömmel és végtelen energiával vetették bele magukat mindenbe. A feladatok néha nehezek, néha könnyűek voltak, és akadt olyan is, amely meglepte egyszerűségével a csapat egy-két tagját. Én nem tudtam, hogy a lepényt ilyen könnyű megcsinálni, hogy csak kinyújtod, meg raksz rá tejfölt, vagy lekvart. Hát, és amúgy a íjászat, én azt hittem, hogy kicsit nehezebb lesz, mert amikor elsőre íjászkodtam, akkor még nem ment annyira, és ez csak a második. Nagyon jó ez a távol, és nagyon jó az íjászat, meg a lepésütés is nagyon jó volt. Milyen volt az íjászat, ha már erről beszéltél, mennyire volt nehéz számodra? Hát egy kicsit nehezebb volt, aztán rájöttem, hogy ha én kicsit fölé célzok, akkor el tudom találni. És melyiket sikerült eltalálni, a nyuszit vagy a vaddisznó? Egyelőre még egyet sem, mert addig még nem jöttem rá. De ha még egyszer tudok, akkor próbálkozom felé. És melyik a cél? A korverdisznó. Ha valakinek nem sikerült mindent kipróbálnia, annak sem kellett csüggednie, hiszen hamarosan indulnak a nyári táborok is, ahol egy héten át foglalkozhatnak a gyerekek tematikusan egy-egy területtel. Rögtön az iskola vége után, tehát júniusnak a 22-ével indulnak ugye a nyári táborok, most tovább tart az iskola egy kicsit. Ezek a táborok a népszerű programokat igyekszenek folytatni, nagyon sok a sportos, játékos feladat, illetve a természetbúvár, történelmi, csillagász, olyan cukrászfőző táborok, amik eddig is népszerűek voltak. Igazán új táborokat most nem is találtunk ki, mert úgy látjuk, hogy ezek azok a bevált témák, amiket az általános iskolások igényelnek ebben az időszakban, és fontos, hogy legyen sok játékra lehetőség, de természetesen megpróbáljuk azokat az oktatási formákat is folytatni, amit ilyenkor az erdei iskolába, de a lényeg, hogy nyár van, tehát azért fontos, hogy játék legyen, kirándulások legyen, sok finomat főzzünk, szép dolgokat készítsünk, és ezeket haza tudják magukkal vinni. Bár egy-két népszerűbb tábor időpontja már lassan betelik, azért érdemes még böngészni a Csiki Pihenőkert honlapját, és jelentkezni azoknak, akik itt szeretnék tölteni a nyár egy részét. Hétközben ez volt a TV 2040 Budaörsi magazinja szerdán este. Most következik televíziónk havi kulturális műsora, a Kontúr. Maradjanak velünk. Én azonban mára elköszönök. Minden jót kívánok, viszontlátásra!